Megy, cseresznye és almafák cseperedhetnek mostantól az István Király általános iskola udvarán, ugyanis a földnapja alkalmából 5 gyümölcsfát ajándékoztak a Palotaváros szívében található intézmények. A Virágzó Megyekorzó rendezvényen állított ki és árult a termékeit az Alsó-Tekeresi Faiskola, akik a megmaradt 5 gyümölcsfát már nem szerették volna hazaszállítani, ezért nekünk ajándékozták, mi pedig úgy gondoltuk, hogy a gyümölcsfáknak a legjobb helye itt lehetne Palotavárosban az István Király általános iskola udvarán. A fákat Varga Tamás és Székesfehérvár polgármestere dr. Cserpalkovics András a gyerekekkel közösen ültette el az iskola udvarán. Ezek a gyermekek már nem az év egy napját fognak talán úgy tekinteni, hogy földnapja, hanem az év minden napján oda fognak figyelni a saját kis lakókörnyezetükbe, a saját iskolájukba, hogy a környezetet ápolják, védjék, megőrizzék, majd hogy az ő gyermekeik, az ő unokáik is egyébként részesülhessenek a zöld, a természet, a környezet adta örömökben, lehetőségekben. Az intézményben kiemelt figyelmet szentelnek a környezet tudatos nevelésre és a szemlélet formálásra. Nagyon fontos, hogy védjék, óvják, és megtanulják azt, hogy hogyan kell a természettel együtt élni úgy, hogy mindez rajtuk múlik, illetve a jövő nemzedékén. Erzsi néni hozza ki vizet. A gyümölcsfákat egy-egy osztály és a diák önkormányzat fogadta örökbe. Szerintem nagyon fontos, hogy a diákok fontosnak tartsák a környezettudatosságot, és így megtanulnak gondoskodni végül is egy élő lényről. Így néhány év múlva az iskolások gondoskodásának eredményeként ezek a fák is hűs árnyékot adhatnak az udvaron.